Sziasztok! Egy hosszabb útról érkeztünk éppen vissza, ahol össze tudtuk hasonlítani az új, előttem látható 2010-es kiadású R1200 RT-t elődjével, a mögötte látható, ez egy 2007-es gyártási évű 60 000 kilométert futott motor. Ami elég jelentős átalakulás a két gépen, az az aerodinamika. Szemre nehéz észrevenni a különbözőségeket, de sok apróság. Például a kokáért, hogyha megnézzük ezt a kis műanyag borító elemet, ezen változtattak annak érdekében, hogy jobb szélvédelmet adjon a vezető kezén. Ezen kívül változtattak a motor elején még az olajhűtőknek a borításán. Nagy változás még, a gyár külön kiemeli a hatalmas szélvédő. Ugye ennek azért, ha már mozgóképen vagyunk, akkor nézzük meg a mozgás tartományát is. Ugye a plexinek ez a legalsó állása, hogy lássátok én a 190 centimmel, hogyha fölülök a motorra, hogy ez milyen szélvédelmet okoz. Ebben az állásban nekem konkrétan a nyakamra tolja az összes szelet, hogyha megemeljük, akkor viszont szinte az ember feje fölött eltolja a légáramlatokat. Ez konkrétan az én testmagasságomnál ezzel a bukósisakkal, amivel most mentem, nem hozott pozitív változást, sőt, sajnos azt kell mondanom, hogy ez egy olyan pont, ami nekem negatív változást hozott. Illetőleg a plexi mozgató mechanizmuson változtattak annak érdekében, hogy rezgésmentesebb legyen nagy sebességnél, és ezt is tudja, tehát ez tényszerűen kevésbé rezeg ez a plexi, mint a régi. When I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how to make you sick, and if corn things kicks back on you, then I hope this does the trick. Ami még nagyon jelentős változás, az itt a vezető előtti részen látható, hiszen megváltozott a műszerfal, hogyha majd megnézzük a régit, illetőleg hát erről természetesen fotónk is van. Itt is a tükröződések csökkentése volt a fő célja a gyárnak, ezt hozták is, illetőleg egyszerűbbé vált és könnyen hozzáférhető a fényszóró magasságállítás, ez most itt a műszerfalon egy jól látható tekerentyűvel lehet végrehajtani. Ugye a régi modellen még be kellett nyúlni a műszerfal alá, és ott egy billenő kapcsolóval lehetett a fényszóró magasságot, ott csak két lépcsőben, tehát utasos és csak vezetős állásba rakni. Ami még teljesen megváltozott, az a kezelőszervek. Gyakorlatilag fölkerült rá a K1300 GT tavaly bemutatkozott kormányszarva, kezelőszervei és minden egyéb, ugyanúgy az olajtartályok is. Ezt én a magam részéről, bár a szépség ugye szubjektív dolog, de negatívumnak mondanám el, hiszen hogyha megnézzük a régi modellnek ugyanezt a részét, azt kell mondjuk, hogy ez valahogy egy összeszedettebb és szerintem sokkal szebb rész volt a motorom. Nyilván itt ezek ugye még a régi kapcsolószervek, amiket látunk. Ami még jelentős változáson esett át, az ugye ennek a modellnek az egyik specialitása az, hogy fedélzeti rádió is van rajta. Ugye itt még a régi modellnek a rádióvezérlését láthatjuk. Az új modellen ezt egy sokkal modernebb rendszer vette át, hiszen itt egy gyűrű jelenik meg, de hát kapcsoljuk is be a rádiót, úgy sokkal életszerűbb a dolog. Tehát itt egy gyűrű jelenik meg, amit menet közben nagyon könnyen hüvelykújjal tudunk hangerőt állítani, ezt látjuk is a műszerfalon. Illetőleg ennek a kis gyűrűnek a jobbra-balra billentésével tudjuk hangolni a rádiót. Tehát ugye ilyenkor például a scan üzemmód működik, és új csatornára tudunk állni. Amiről még fontos beszélnünk, az az ez a kettő, az elektronikus futóműállító rendszernek a második generációja, ami ebben a motorban jelent meg. Hogyha csak a kezelési részét nézzük, akkor kevés újdonsággal találkozunk. Ugye ehhez be kell indítsuk a motort, hogy meg tudjátok nézni, hogy hogyan működik. Tehát álló helyzetben jár a motornál, ugye itt a markolatról az ez a gombbal tudjuk állítani, és hogyha a műszerfal alját nézzük, ugye ott mindig jelzi, hogy az ez az most komfort módban van és egyszemélyes állásban. Hogyha röviden nyomom, akkor átáll normál üzemmódra, illetőleg sport üzemmódra, és hogyha hosszan nyomom, akkor pedig a egyszemély csomag, tehát ilyenkor ugye a terhelést növeljük, és a két személy állásra állíthatjuk. Ez a része, ez semmit nem változott az elődjéhez képest, tehát amivel a
felhasználó szembesül, az ugyanaz. Ami megváltozott, és állítsuk le a motort, ami megváltozott és érzékelhetően megváltozott, az maguk a rugós tagokban történt fejlesztés, ugyanis a régi modellen a rugó előfeszítést és a húzófokozati csillapítást állították az ezának a kis működtető motorjai. Most már ennél több paramétert, nyomófokozati csillapításokat is állítja a rendszer. Erről az oldalról megnézzük, ahol ugye a kipufogódob elhelyezkedik, akkor látunk egy elektromos csappantyút a dob alján. Ez az új, összes új boxermotoros 2010-es modellen megjelent. Ettől lényegesen sportosabb, dörmögősebb hangja lett a motornak. Tehát igazából ez a motor, ez most hangzás világában nagyságrendileg ugyanazt tudja, vagy talán még egy picit szebben is szól, mint ez a 2007-es modell, amin egy sportdob található. Legjelentősebb az, amiről ugye már sokat írtunk, ez pedig a motoron belül található, tehát kívülről ugye nem nagyon látható. Egyetlen jele az az új szelepfedél, ugye csak kettő csavar tartja a szelepfedelet, innen lehet felismerni, hogy ez egy 2010-es modell, tehát ez a DOHC blokk. Az RT-ben úgy lóerőben, mind newtonméterben, tehát teljesítményben és nyomatékban is 5-5 egységgel növekedett, tehát ez az új modell, ez most 115 lóerős és 120 newtonméter nyomatékot állít a vezető szolgálatába. Pörgősebb, tehát lényegesen jobban indul el a motor, bár a lényegesen szót azt azért idézőjelbe kell tenni, tehát picik ezek a különbségek, amiket a két modell között érzékelhetünk, de érzékelhetőek. Ami a motoron nem változott, ugyanolyan jó, mint az elődjén volt, az a teljes dobozrendszer, ugye ez egy abszolút túra központú dobozrendszer, ami a motoron van, a topkéz ebből, ami extra felszereltség. Érdekessége, hogy a felső doboz az kizárólag egy színben készül, ebben az ezüst színben, ugye ez ennek a motornak a színéhez sem passzol tökéletesen, ez a mögöttünk látható régi modellhez illeszkedne tökéletesen színvilágában. Az RT tehát összességében a 2010-es alapos modell frissítés után is maradt ugyanaz a motor, ami volt, a világutazók boxer motorja. Ez a motor ugye aszfaltra termett, de ameddig az aszfalt tart, még hogyha az rossz minőségű is, ezzel a motorral bárhova eljuthatunk a Földön.